Cherub sorozat 12. előadás. Győzelem. Kölni Boldog Krisztina, aki 1242-ben született és 1312-ben halt meg, egy ideig az úgynevezett beginák testvérületéhez tartozott. Ezek Istennek szentelt szüzek voltak, de szerzetesi fogadalom nélkül. Férfiban Begárdok, mindkettő Lambert le Beg alapítása Németalföldön a 12. században. Jézus látomásban hívta el Krisztinát, mint serdülő lányt. 13 éves korában ment a kölni Begina terepre, s ott böjtölve és puszta deszkán vagy kövön hálva Jézus kínszenvedéséről elmélkedve élt. Misztikus elragadtatásai miatt egyesek epilepsziásnak, mások bolondnak tartották. Lelki életét egy Péter nevű dominikánus teológiai tanár megfigyeléseiből alaposan ismerjük. Krisztina kiegyensúlyozott, szerény, barátságos, vidám, a társalgásba készséggel bekapcsolódó személyiség volt, de elég volt egy lelki himnusz, hogy órákig tartó elragadtatásba ejtse. 2 éve volt Begina, amikor nagy kísértései kezdődtek. Éjszakai imádsága közben látszólag Szent Bertalan apostol jelent meg neki, és közölte, hogy csak akkor jut a mennybe, ha megöli magát. Fél éven keresztül kínoszta állandóan az öngyilkosság gondolata. A kút mellett haladt el, úgy érezte, bele kell ugrania. Ilyen hangok figyelmeztették, hogy ha nem végez magával, elkárhozik. Amikor az önpusztítás démona elhagyta, elemi erejű hitkételyek ragadták meg. Kételkedett Jézus szentségi jelenlétében, nem bírt imádkozni, képtelen volt gyomni. Ez az állapot 18 hónapig tartott, egy látomás vetett véget neki. Ekkor új démoni ostrom kezdődött, Krisztina nem bírt enni, mert minden ennivalón, még a Szent Eukarisztián is undort keltő látványok tűntek szemébe, varangyok, pókok, kígyók. Italában úgy látta, férgek nyüzsögtek, s minden pohár, mintha oda kiáltotta volna neki, ha belőlem iszol, ördögöt iszol. Éhes volt és nem bírt enni, a szentáldozás kínszenvedés volt számára. Fél évig tartott ez a kísértés, aztán véget ért, de addigra mindenki idegbetegként kezelte Krisztinát a Begina telepen, nem tűrték meg tovább, haza kellett térnie szülőfalujába, a Kölnhöz közeli Stommern községbe. Szülei házában folytatódtak a démoni támadások. Ilyen sokszor átérte, hogy démonok kurcolják el, kínozzák, darabokra vágják. Máskor úgy kellett kihúzni egy ciszternából, ahova láthatatlan erőbe tette. Félig megfulladt az iszapban. Ismét más alkalommal nagy zajjal kivonszolta valami a szobából, ahol 2 barátnőjével hált. Fáklyákkal kellett keresni, félholtan találták meg a ház előtt. Volt, hogy ismeretlen kezek sárral, kövekkel dobálták meg. Nem képzelődés volt, másokat is eleltalált a titokzatos támadó. Megtörtént, hogy hajánál fogva hurcolta a szobában egy láthatatlan kéz. A levegőbe hajította és megsebezte. Volt eset, hogy fűszva veszőkkel egy fára fölkötözve találtak rá gyötrelmes helyzetben. Máskor kard jelent meg szobájában, amely többeket megsebesített. A legtragikusabb eset egy ismert bűnöző, vagy amennyiben elfogadjuk a krónikás állítását, a gonosztevő alakjában egy kísértő lélek támadása volt, aki szerelmet vallott Krisztinának, és magával akarta hurcolni. Mikor hízelgése nem használt, törvel fenyegette. A szűz erre sem engedett, mire a gyilkos a család kiirtásával fenyegetőzött. Apja könyörgött a lánynak, hogy engedjen, de Krisztina nem volt hajlandó elhagyni Isten. A dühöngő szörny erre megölte apját.
Krisztinának sikerült kikapni kezéből a tört, és azzal sebet ejteni önmagán, hogy ostromlója megundorodjék tőle, amiért később vádolta a lelkiismeret. Az önsebzés valóban nem fogadható el erkölcsileg, bár ő akkor aligha volt a tárgyilagos mérlegelés állapotában. A támadó erre eltűnt, a tört megtalálták. Krisztina majdnem elvérzett. Jézus egy látomásban megjelent neki és meggyógyította. 46 éves volt, amikor a démoni támadások véget értek. Krisztina megharcolta a maga harcát, és győzött. Szabatosabban a keresztre feszített győzött benne. Hosszú ideig vért verejtékezett, a keresztre feszítés stigmái gyakran megjelentek testén, és izlatot árasztottak. Még 24 évet élt békességben, bensőséges egyesülésben az Úrral. Nem rendkívüli karizmái jelentik számunkra a példát, hanem kitartása és alázata. Mindkettő nélkülözhetetlen a szellemi harcban. De miért van szükség erre a harcra? Miért olyan nagy a sötétség fejedelmének hatalma? A Szentírás igen erős kifejezéseket használ. A sátán a világ fejedelme. János Evangélium 14. fejezet 30. vers. Ennek a világnak a fejedelme. János 16.11. A levegőben uralkodó fejedelem. Efezusi levél 2. fejezet 2. vers. Sőt, ennek a világnak az istene. 2. Korintusi levél 4. fejezet 4. vers. Szerepel olyan gondolat a hagyományban, hogy bukása előtt is a sátán lehetett az a magasrangú angyal, akire az univerzum kormányzása bízva volt. Ez azért nem tűnik valószínűnek, mert ebben az esetben az univerzum a sátán bukásával került volna a gonosz hatalma alá, míg a Szentírás az univerzum megromlását az ember bukásával hozza kapcsolatba, kiüzetés a paradicsomból. Minden teremtmény együtt sóhajtozik és vajudik mindaddig, Római levél 8. fejezet 22. vers, amíg a teremtett világ is felszabadul majd a romlottság szolgaságából. Római levél 8. fejezet 21. vers. Azért sóvárogva várja, hogy Isten fiai megnyilvánuljanak. Római levél 8. fejezet 19. vers. Az univerzum sorsa tehát az emberével van összekötve. Mint a katekizmus tanítja, idézem, az első ember nem csak jónak teremtetett, hanem barátságban volt teremtőjével, és összhangban önmagával és az őt körülvevő egész rábízott teremtéssel. Ezt a harmóniát csak a Krisztusban megvalósuló új teremtés dicsősége képes fölülmúlni. Katekizmus 374. pont. Az eredeti szentség és igazság állapotában az ember nem csak belsőleg részesült az isteni életben, hanem életének minden dimenziójában. Ismét idézem a katekizmust, ameddig az ember szoros kapcsolatban maradt Istennel, nem kellett sem meghalnia, sem szenvednie. Ezt a 376. pontban olvassuk. Megfellebbezhetetlen tény, hogy az eredeti szentség és igazság állapotát elveszítettük. Megint idézek, a bűnbeesés története képes beszédet használ, de egy ős eseményt ír le, mely az ember történelmének kezdetén játszódott le. A kinyilatkoztatás megadja nekünk a hitbeli bizonyosságot, hogy az emberiség egész történelmére rányomja bélyegét az eredeti bűn, melyet ősszüleink szabad akarattal követtek el. Ezt a katekizmus 390. pontjában olvassuk. Még egy lépéssel visszafelé haladva az ok keresésben megjelenik az ősi kígyó. Ősszüleink engedetlen döntése mögött, mondja a katekizmus, egy istenellenes kísértő hang áll,
mely irigységből taszította őket a halálba. A Szentírás és az egyház hagyománya ebben a lényben egy bukott angyalt lát, akit sátánnak vagy ördögnek nevez. Az egyház tanítja, hogy kezdetben Istentől teremtett jó angyal volt. Az ördögöt és a többi démont Isten természetük szerint jónak teremtette, de önmaguktól rosszak lettek. Idézi a katekizmus 391. pontja a negyedik lateráni zsinat hitvallását. Ezzel, visszafelé fejtve a szálat, eljutottunk a rossz születéséhez. Az univerzumot az ember bűne rontotta meg, az embert a sátán kísértette bűnre. A sátán és angyalai eredetileg jók voltak, önmaguktól lettek rosszak. Isten nem alkotott rosszat, mindent jónak teremtett. Itt van a mély teológiai jelentősége a Biblia legelső fejezetének, a hatnapos teremtés történetnek. Isten jó, és csak jót teremt. És látta Isten, hogy mindaz, amit alkotott, nagyon jó volt. Teremtés könyve, első fejezet, 31. vers. Istennel egyenrangú ős rossz nincsen, a rossz a teremtett szabadság perverziójából születik, előbb az erkölcsi rossz következik be, az angyalok majd az emberek bukása, és ennek következménye a fizikai rossz, a szenvedés és a halál, az univerzum harmóniájának megtörése, bibliai nyelven a kiüzetés a paradicsomból. Az ember, ha a bűnnel önként nem helyezi magát a sátán hatalma alá, élhetett volna olyan univerzumban, vagy az univerzumnak olyan vetületében, amelyet kizárólag a jó angyalok eszméi határoznak meg. Természetesen ott is át kellett volna élnie korlátait, és mindenképpen lett volna egy átmenet a paradicsomi állapotból, a szentség és igazság állapotából a mennyei állapotba, Isten boldogító színelátására. De a korlátok nem jelentettek volna katasztrófát, az átmenet pedig nem jelentett volna pusztulást, halált. A munka nem jelentett volna frusztrációt, a szexualitás nem járt volna gyötrelemmel. Odáig nem mehetünk el, hogy fizikailag meghatározzuk a különbséget a harmonikus világegyetem, a paradicsom és a frusztrált, sóhajtozó, vajudó világegyetem között. A jelen állapotból csak a sóhajtozó, vajudó világegyetem fizikai sajátságait tudjuk extrapolálni az ember előtti időkre. Ám a fizikából jól tudjuk, hogy minden mérési eredményünk az ember és az élettelen valóság kölcsönhatásának eredménye. Ha más volna az ember, más volna a mért paraméter, az észlelt fizikai valóság is. Nem tudhatjuk miképpen és mennyire más. Nem írhatjuk meg a paradicsom fizikáját, kémiáját, biológiáját. Maradjunk meg a paradicsom teológiájánál, az eredeti szentség és igazság állapotánál, amit a bűnnel elveszítettünk. Ez a megállapítás hitünk alapjaihoz tartozik. És itt kezdődik a bukott angyalok hatalma az ember fölött. A sátán és a démonok Isten elleni gyűlöletükben azon munkálkodnak, hogy az embert Isten ellen fordítsák és a kárhozatba döntsék. Van hozzá hatalma. Jaj a földnek és a tengernek, mert hozzátok szállt le az ördög nagy haranggal. Jelenések könyve, 12. fejezet, 12. vers. Isten megengedi, hogy próbára tegyék az embert. Ahogy remete Szent Antalnak mondja az Úr, Antal, itt voltam, csak arra vártam, hogy lássam küzdelmedet. Nekünk is meg kell vívnunk a jó harcot, meddő a panaszkodás, hogy Isten miért nem hárít el tőlünk minden rosszat. Ő itt van velünk, csak arra vár, hogy lássa küzdelmünket. De hogyan szabadul meg az ember a sátán uralmától? A Jelenések könyve 12. fejezetének 11. verse meghatározza a győztes fegyvert. Legyőzték őt a bárány vére
és a tanúságtétel igéje által. Jézus, az élő Isten fia, győztes forradalmat hajtott végre a sátán diktatúrája ellen. Azért jelent meg Isten fia, hogy az ördög műveit lerontsa. Olvassuk az első János levél 3. fejezetének 8. versében. Jézus a messiás, a fölkent, aki a Szentlélek keretét vette. Tudjátok, miképpen kente föl Isten Szentlélekkel és erővel a Názáretből való Jézus, aki körüljárt, jót tett, és meggyógyította mindazokat, akiket az ördög a hatalmába kerített. Olvassuk az apostolok cselekedetei 10. fejezetének 38. versében. Kereszthalála előtt pedig így beszél Jézus, ítélet van most e világ felett. Most fogják kivetni ennek a világnak a fejedelmét. János 12.31. A bárány vére, Jézus megváltó kereszthalála alapjaiban rendíti meg a sátán diktátori hatalmát. Isten fölkentje új országot alapított, amely engesztelhetetlen harcban áll a sátán birodalmával. Akik az ő hitét vallják, részesülnek a bárány győzelmében. Nem a maguk erejéből kell győzniük, a békesség Istene tiporja össze hamarosan lábatok alatt a sátán. Római levél 16. fejezet 20. vers. Harcba kell szállnunk a bárány oldalán. Nem a vér és a test ellen kell küzdenünk, vagyis nem ember ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség világának kormányzói ellen, a gonoszságnak az ég magasságaiban lévő szellemei ellen. Efezusi levél 6. fejezet 12. vers. Ebben a harcban nincs alku, nincs semleges zóna, nincs békekötés, és nincs fegyverszünet. Aki nincs velem, ellenem van, s aki nem gyűjt velem, az szétszór. Lukács 11.23. Nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem kardot. Máté 10.34. Akinek pedig nincsen, adja el a felső ruháját, és vegyen kardot. Lukács 22.36. Hogyan csatlakozhatunk Jézus Krisztushoz, aki harcra szólít minket? A sátán országának fő vonz ereje, az ígéret, olyanok lesztek, mint az Isten. Teremtés könyve 3. fejezet 5. vers. Az ember a jó és rossz mércéjévé akar válni. Vágyai kielégítését nem veti alá semmiféle nála magasabb hatalomnak. Ez az óriás többségnek így kedves. Széles a kapu és tágas az út, amely a pusztulásba vezet. És sokan vannak, akik bemennek rajta. Máté 7.13. Ahogy haladnak az úton, egyre inkább észreveszik, hogy vágyaik nem elégültek ki igazán, keserűségben, a szív folytogató magányában és halálfélelemben élnek. Ilyenkor Istent vádolják. Káromolták az ég Istenét, fájdalmaik és sebeik miatt, de nem tartottak bűnbánatot tetteik miatt. Jelenések könyve 16. fejezet 11. vers. A sátán elhiteti velük, hogy Isten gyűlöletre méltó zsarnok. Le kell rázni igáját, vagy másik jobbindulatú istenséggel helyettesíteni. Közben nem veszik észre, hogy a hazugság atyának rabszolgái lettek, ahogy János 8.44 nevezi a sátán. Jézus szent forradalmának programja, betelt az idő, és elközelgett az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Márk 1.15. Valami bekövetkezett, ami nem tőlünk függött, valami történt, amit mi nem tudtunk volna megvalósítani, kívülről és felülről érkezik Isten királysága. Olyan mércékkel, amelyeket nem mi alkottunk, olyan programmal, amelyet nem mi fogalmaztunk meg.
ráadásul igen kellemetlen és megalázó módon el kell ismernünk, hogy bűnösök vagyunk, méltatlanok és alkalmatlanok az országra, mi több, semmiféle erőfeszítéssel nem is tudtunk volna méltóvá válni rá, mert az bennünket felülmúló ingyen jóindulatból adott ajándék. Tehetetlenségünket, rászorulásunkat elismerve kegyelemként kell fogadnunk. Aki nem fogadja Isten országát úgy, mint a kisgyermek, nem megy be oda, mondja Jézus a Márk evangélium 10. fejezetének 15. versében. Csoda, hogy ezt kevesen teszik meg? Csak hogy akik megteszik, azokat valami hihetetlen meglepetés éri. A tékozló fiú meglepetése, aki még el se kezdte vádolni magát, már is átölelték, megcsókolták, a legdrágább ruhát adták rá, gyűrűt húztak az ujjára, sarut a lábára, levágták a hízlalt borjút, és lakomát rendeztek számára, ahogy Lukács evangélium a 15. fejezetben leírja a tékozló fiú történetét. A tékozló fiú tékozló atyára talált. Föltárult Isten igazi arca, aki úgy szerette a bűnös világot, hogy egy egyszülött fiát adta érte. János 3.16. Micsoda isteni pazarlás! Jézus szerette Isten országát lakodalomhoz hasonlítani, ahol bor folyik és vigadoznak. Isten lényege saját gazdagságának és boldogságának tékozlása. Szeretet az Isten. 1. János levél 4. fejezet 16. vers. A sátán hamisítása lelepleződött. Az ember a forrásnál van, ahol minden szomjúsága kielégül. A szív nem magányos többé, boldog ölelésben él, a halál fülánkja ki van tépve, az ember az örök életet kezdte meg a földön. Mindez szorosan Jézus személyéhez kötődik. Nem elég vádolni magunkat a bűnről, ezt Júdás is megtette, aztán elment és felakasztotta magát. Szükséges, hogy elfogadjuk Isten irgalmát, amely Jézus kereszt halálában és föltámadásában nyílik meg előttünk, és sehol máshol. Nincs üdvösség senki másban, mert más név nem is adatott az embereknek az ég alatt, amelyben üdvözülnünk kell. Olvassuk az apostolok cselekedetei 4. fejezetének 12. versében. Hittel el kell fogadnunk Jézus húsvéti misztériumát, és meg kell vallanunk őt életünk egyetlen urának. Ha tehát a száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Olvassuk a Római levél 10. fejezetének 9. versében. Üdvözülsz, megszabadulsz, megmenekülsz, meggyógyulsz, kikerülsz a sátán hatalma alól. Minden ember vagy Jézus Krisztus hatalma alá tartozik, vagy a sátán hatalma alá. A kettő nem fér össze, és harmadik eset nincs. Az egész emberiség minden tagja egy adott pillanatban vagy az egyik birodalomhoz tartozik, vagy a másikhoz. Még átmenetileg sem lehet semleges helyzetben. Ha aztán Jézus Krisztus uralma véglegesül bennünk, az a mennyei boldogság. Ha pedig a sátán uralma véglegesül bennünk, az a pokoli kárhozat. Akarsz a győzteshez tartozni? Mert ami itt elhangzik, nem merő elmélet, hanem a beteljesült élet titka. A sátán diktatúrájától megnyomorított élet helyett minnyáján élhetünk győzelmes életet. De ehhez részesülnünk kell a keresztre feszített és föltámadt Jézus húsvéti misztériumában. Akarod-e, barátod? Mert ha megelégelted a destruktív hatalmak uralmát, most itt a pillanat, hogy megszabadulj tőlük. Elég az elméletből, ütött a cselekvés órája. Megmondhatod Jézusnak, hogy az ő oldalára akarsz állni.
és kérheted, hogy avatkozzék be a téged fogvatartó démoni hatalmak ellen a te javadra. Mondhatod neki például azt az imát, amit most elimádkozom. Helyezkedj tiszteletteljes testtartásba, és mondd velem. Magadban is mondhatod, de ha egyedül vagy, javaslom, hogy imádkozz hangosan. Ha akarod. Uram Jézus Krisztus, bűnösnek vallom magam. Rád szorulok, mert egyedül te tudsz rajtam segíteni. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Ellene mondok a sátánnak és a bűnnek. Kérlek, jöjj életembe. Szent véred megváltó erejével semmisítsd meg a gonosznak minden kötelékét, amelyel eddig fogva tartott engem, és vezess át a sötétség hatalmából föltámadásod dicsőséges életére. Elfogadlak téged megváltómnak és életem egyedüli urának. Védj birtokodba, és teremts újjá mindenható szereteteddel. Hálát adok neked, mert ezt valóban megteszed. Amen. Ha ezt komolyan elimádkoztad, a győzteshez tartozol. Lesznek még tennivalóid. Le kell vonnod a konzekvenciákat. Meg kell tanulnod rendszeresen beszélgetni Jézussal. Meg kell bocsátanod az ellened vétkezőknek. Fel kell venned a kapcsolatot az egyházzal is, ha ez eddig nem történt meg. Ha még nem vagy otthon a hit alapjaiban, meg kell ismerned azokat. Amennyiben nem vagy megkeresztelve, meg kell keresztelkedned. Be kell kapcsolódnod egy hitvalló közösség életébe. Ha katolikus vagy, Szent Jónáshoz és a Szent Eukarisztiához kell járulnod. Rendszeresen és sűrű. Növekedned kell a testvéri szeretetben. Küzdened kell gyöngeségeid ellen. Újra és újra ellene kell mondanod a sátánnak és angyalainak. Meg kell vívnod egy harcot. De nem a saját erődből, mert ettől a pillanattól fogva Jézus él benned, ő rendelkezik veled, és ő harcolja harcaidat. Talán már is észleled a Szentlélek gyümölcseit, a szeretetet, örömöt, békességet. De ha egyelőre nem érzel semmi, akkor is a győztes oldalon állsz már. Jézus a szívedben van. Szabad vagy az ártó szellemek terrorjától. Tedd meg a szabadságod érvényesítéséhez szükséges további lépéseket is. Jó dolog a győzelem. Futni fognak tőled a démonok, és élvezni fogod Isten közelségét. Kovács Gábort hallották.